Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium ProCultura Hungarica díját vehette át Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője. Augusztus 28-a az utolsó nap, amikor jelentkezhetnek a nagykövetek az idei Fusneki Gyergyó adománygyűjtő akcióra. Köszöntöm a nézőket augusztus 23-án, jó estét kívánok! Az egyik legnagyobb magyar állami kulturális kitüntetést vehette át augusztus 20-án Kolcsár Béla. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője, a Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium ProCultura Hungarica díját kapta elismerésül az elmúlt évtizedekben végzett jelentős kulturális tevékenységéért. Júniusban a Magyar Örökségi és Európa Egyesület Bíráló Bizottsága a közel 50 éves gyergyószárhegyi művésztelepet Magyar Örökségdíjban részesítette a képzőművészeti értékteremtő és értékőrző tevékenységért. Augusztus 20-án a Pesti Vigadóban Vitályos Eszter minisztertől és Závodján Magdolna államtitkártól az egyik legnagyobb kulturális kitüntetést, a Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium ProCultura Hungarica díjat kapta elismerésül az elmúlt évtizedekben végzett jelentős kulturális tevékenységéért Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője. Őszintén megmondom, én soha nem számítottam arra, hogy ezt a díjat valaha meg is kapom, illetve tényleg úgy elgondolkoztam, amikor jött a hír, hogy valóban megérdemlem-e. Nagyon sok barátom itthon és Magyarországon megnyugtattak, hogy az a sok évtizedes munka, amit elvégeztem, az igenis feljogosít, hogy ezt a díjat megkapjam, és hogy ez jó helyre került. Én nagyon örülök, ha ez tényleg így van, és úgy gondolom, hogy ez nem csak az én személyemről szól ez a díj, hiszen jó lehet nagyon sok esetben sok egyéni elképzelés, sok saját ötlet alapján megvalósított rendezvényeket szerveztünk, és tehát sok újszerű dolgot is sikerült ez alatt a több évtized alatt megvalósítani, de úgy gondolom, hogy partnerek nélkül, munkatársak nélkül, segítség nélkül ez nem lett volna lehetséges, és örülök, hogy azokat az újszerű dolgokat, azokat a kezdeményezéseket, azokat a rendezvényeket, programokat, projekteket, amelyeket kezdeményezni tudtam, és véghez vinni tudtuk, hogy a munkatársaim, az együttműködő partnereim igenis befogadták ezt az új ötletet, és úgy látszik, hogy kellő meggyőződéssel és kellő hitelességgel tudtam közvetíteni feléjük, hogy igenis ők is kezdenek hinni abba a szép célba és abba a szép elképzelésbe, amit én magam tűztem ki. A ProCultura Hungarica emlékérem bronzból készült, átmérője 80 mm. Az érem első oldala a pannontájat, a magvető ember alakját ábrázolja. Az érem hátoldalát a ProCultura Hungarica koszorúba foglalt felirata díszíti. Kolcsár Béla nem csak a Gyergyói medencében végez értékteremtő kulturális tevékenységet, hanem vidékünk hírét viszi határon túlra is, sok-sok kiállítás, produkció segítségével. Bízom benne, hogy úgy szintén az intézmény szempontjából is számít ez a díj, hiszen az intézményt képviselve úgy gondolom, ha már egy intézmény vezetőnek a munkája ilyen szinten van méltányolva, akkor másként értékelik, másként állnak hozzá, de úgy hiszem, hogy elmondhatom azt is, hogy végeredményben, mint intézményvezető, járva-kerve az ország különböző részeiben és külföldön, Magyarországon, gyakorlatilag én úgy hiszem, hogy a Hargita megyei vagy az erdély magyar kulturális életet is képviselve
azt hiszem, hogy ilyen szempontból, tehát a Hargita megyei és az erdélyi magyar kultúráról is szól ez a díj, hiszen ide tartozom, és ebben a közegben tevékenykedem. Kolcsár Béla 6. éve vezeti a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központot, de a kultúrához való kötődése hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Dolgoztam a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központnál, a Figura Stúdió Színháznál, valamikor Gyergyószárhegyen gyerektánc csoportot alapítottam, több évig voltam az oktatójuk, a vezetőjük, több előadásnak voltam az elkészítője, tehát a koreográfusa, illetve hát valamikor a diákkoromban a Temesváron voltam egyetemista, akkor ismerkedtem meg a táncházzal, az első 3 évben táncházas voltam, tehát vérbeli táncházas, utána, amikor 4-5 éven ránk került a sor, akkor néhány kollégámmal szerveztük a táncházat, tehát a temesvári, ez még a múlt rendszerben volt, ugye, illetve a rendszerváltás időszakában, és így még sorolhatnám tovább, tehát több egyesületben tevékenykedtem, alapító tagja is vagyok egyik másiknak, például a Gyergyói Fotóklubnak. A ProKultúra Hungárika díja magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek művelődési kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett, külföldi állampolgárok részére adományozza a magyar állam. A tegnap délután bekövetkezett balesetnél a helyszínelő rendőrök az elsődleges vizsgálat során megállapították, hogy egy 30 éves gyergyószentmiklósi sofőr, miközben Csík-Csicsó irányából Csíkszereda felé tartott, oldalról nekiütközött egy kis teherautót szállító vontató járműnek, amelyet egy 36 éves gyergyószentmiklósi férfi vezetett. Az ütközés következtében a 30 éves férfi személyautója egy az ellentétes sávon közlekedő járművel is ütközött, amelyet egy 41 éves csíkrákosi férfi vezetett. A baleset következtében megsérült a 41 éves sofőr és utasa, egy 40 éves nő, valamint a jármű szerelvényben utazó 24 éves nő, akiket kórházba szállítottak. A 41 éves csíkrákosi sofőr később belehalt sérüléseibe a kórházban. Az elhunyt férfi nős 3 gyermekes édesapa volt, 2006 óta szolgált a csíkszeredai 61-es hegyi vadász katonai egységnél. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt eljárást indítottak, tájékoztatott a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. Augusztus 28-a az utolsó nap, amikor jelentkezhetnek a nagykövetek az idei Fusneki Gyergyó adománygyűjtő akcióra. Ezt követően indul egy következő szakasz, az adománygyűjtés. Idén 32 civil szervezet fogalmazott meg célokat, hozzájuk lehet még nagykövetként csatlakozni. Már csak 5 nap van hátra a nagykövetek toborzásából az idei Fusneki Gyergyó sporteseményen alapuló adománygyűjtő akció keretében. A program idei kiadása június 10-én indult a civil szervezetek regisztrációjával, majd augusztus 1-e és 28-a között második lépésben zajlik a nagykövetek jelentkezése. Augusztus 29 és szeptember 24-e között van az adománygyűjtési időszak. A sportesemény időpontja 2023. szeptember 24-e, ami idén több újdonságot is hoz. A Fusneki Gyergyó második kiírására a tavainál több civil szervezet fogalmazott meg célokat más-más témakörökben. A rendezvényről Elekes István programfelelőssel beszélgettünk, aki részletezett minden fontos tudnivalót az akcióval kapcsolatban, egyebek mellett felsorolta azokat a célokat is, amelyeket a bejelentkezett 33 egyesület megfogalmazott. A Gyergyői Református Egyházközösségnek az egyesülete az idén padfűtésre gyűjt, a Fehér Dávid Egyesület, Dr. Fehér Dávid Egyesület, ez a kórház mellett működő egyesület, ők a városban ügyeletet vállaló nem gyergyói orvosoknak az utazási költségét szeretnék az idén Fusnekiből megszerezni. Az Elekes András Sportklub, mint mondtam, ők egy kis busz vásárlására gyűjtenek. A Boháti Miklós Kosárlabda Akadémia Egyesülete, ők okos kosárlabda eszközökre, ilyen intelligens jelzőlámpákra gyűjtenek, hogy a kosárcsapat edzéseit tudják hatékonyabbá tenni. A Figura Társaság
a tavaly nagy sikerű előadásának a folytatására tantármi előadást szeretnének létrehozni. A VUK sportklub a kis busz fenntartására szeretné gyűjteni az idei fusnek is támogatásokat. A Güdüc sportklub is nevezett az idén, és ők sátrakat és egy rajtkaput szeretnének a támogatásukból vásárolni. Az Esély Alapítvány szabadtéri fejlesztőeszközöket szeretne, a Vaskerte Sportegyesület a sporteszköztárát bővíteni, a Gézengúz Egyesület, amely a Csodavilág napközi otthon mellett működő civil szervezetük, ők egy egészen kis korosztálynak szóló játszóteret szeretnének. Az Intergyergyó Sportklub szintén egy kis busz szeretne. A Lázár Kastély Egyesület a Lázár Kastélynak a kamerarendszerét szeretné a fusnekiből megoldani, hogy látogatható és biztonságosan látogatható legyen. A Proterra Alapítvány célja egy függőágypark létrehozása a Tanulókháza udvarán. A Hallóka Egyesület, amely hallássérült gyerekek szüleinek a támogatására jött létre, ők egy családi napot szeretnének ebből finanszírozni. Idén a Gyergyói Erőforrás Központ is Gyergyói programmal indulunk, és én is egy nagykövete vagyok ennek a programnak, és mi a 2024-es fusnekire gyűjtünk, hogy ennek a kezdeményezésnek megmaradjon a folyamatossága. A Kóskároly Egyesület szintén játszóteret szeretne. A Dancolás Hegyi Mentő Egyesület egy 4x4-es autót, hogy a mentésben tudja őket segíteni. A Zizi Stúdió egy oktatási intézményük, egy okostáblát szeretnének. A TikTok Egyesület a autizmussal, illetve ADHD-vel küzdő gyerekek segítésével foglalkozik, és ők erre a programra gyűjtenek. A Lendület Sport Egyesület szintén kis busz szeretne, a Gyergyószentmiklósi Örmény Egyesület vetítőt, hogy az örmény énekeket tudják a szentmiséken kivetíteni. A Fenyőszövetség idén fákat szeretne vásárolni, a város zöldítésért harcolnak ők napról évről évre. A Napsugár az Esőben Egyesület a tavaly sikeresen befejezte a játszóterüket, az akadálymentes játszóteret. Most gumiszőnyegezni szeretnék, hogy ez biztonságosan használható legyen még inkább. Karácsony János Alapítvány, a Salamon Ernő Gimnázium mellett működő alapítvány, ők a gólyatáborra, illetve tematikus táborok megszervezésére. A Szent Gellért Egyesület a jövő évi jubileumi futóversenyükre gyűjtenek. A Monokultúra Egyesület a jubileumi Csalamádé szín játszótáborukra, a Jövő Sport Egyesület szintén kisbuszra, a Halvirág Egyesület óvodásoknak és iskolásoknak, kisiskolásoknak szóló szájhigiéniás programokra gyűjtenek, és van egy egyesület, amely a Gyergyői Kórháznak a sürgősségi osztálya mellett működik, és ők ilyen tapasztalatcsere programra gyűjtenek, ahova az asszisztensek Csíkszereda és Udvarhelyi kórházakba tudnak tapasztalatcserére menni a sürgősségi ellátás terén. A Magna Carpatica Egyesület szintén egy oktatási egyesület, ahol a társas tanulási módszer népszerűsítésére, programszervezésre gyűjtenek, illetve a Csomafalvi Híjúzók Sport Egyesület a Gyergyószéken próbálja a tagball sportot meghonosítani, és erre keres támogatásokat, illetve a Hóvirág Egyesület a Gyergyői Néptánc felvirágoztatására. A szervezőktől megtudtuk azt is, van olyan civil szervezet, akinek már több, van olyan, akinek csupán egy nagy követe van. A Fusneki Gyergyó oldalon megtalálhatóak az egyesületek leírásai, a kitűzött célok. Ha valaki úgy gondolja, tudná segíteni egy-egy szervezet álmát, jelentkezhet még. Bár a célok nagyon szerteágazóak, mindegyik egy jó ügyet, kisebb-nagyobb közösségek javát szolgálja. A nagykövetek regisztrációja augusztus 28-áig tart. A Fénytelevízió Faggató című műsorának legújabb kiadása pénteken a híradó után jelentkezik. Benne minden fontos tudnivaló a Fusneki Gyergyó sporteseményen alapuló adománygyűjtő akcióval kapcsolatban. Július 24-e óta folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Romániában, akkor a standard benzin és a gázolaj ára egyaránt 6,70 bani volt.
A pekoonline.ru szerint az augusztus 22-i átlagár 7 lej 45 bani a gázolaj és 7 lej 25 bani a benzin esetében. Ez 8%-os áremelkedést jelent a dízel és 11%-osat a benzin esetében, ráadásul viszonylag rövid időintervallum egyetlen hónap alatt. Az üzemanyagok drágulása nem helyi jelenség, a világ legtöbb országában hasonló folyamat játszódik. Ahhoz, hogy júniusban emelkedésnek indult a nyersolaj ára, a növekvő kereslet mellett az is nagyban hozzájárult, hogy a kőolaj exportáló országok szervezete a kitermelés csökkentéséről döntött. A kőolaj világpiaci ára 6 héten át emelkedett, így az üzemanyagok drágulása is át fog nyúlni szeptemberbe. Egyes elemzők csak októberre jósolják az árak csökkenését. A gyulafehérvári fő egyházmegye 14 és 30 év közötti fiatalokat megszólító rendezvényére 600 fiatal jelentkezett. A 2023-as csitre az elmúlt hétvégén került sor. Csíksomlyon a múlt héten immár hagyományosan került sor az ifjúsági találkozóra a csitre. A gyulafehérvári főegyházmegye 14 és 30 év közötti fiatalokat megszólító rendezvényére már előzetesen 600 fiatal jelentkezett. A találkozó vendége volt többek között Pál József Csaba, temesvári püspök, a CSIT egyik alapítója. A névválasztás sem volt véletlen, az első találkozókat még a kommunizmus idején szervezték. Gondolom, hogy a CSIT-nek az egyik jellemzője volt nagyon sok éven keresztül az, hogy kis közösségek találkozója volt. Eleinte csak egy kis közösség kezdett el a CSIT-re járni, találkozni, tapasztalatokat cserélni, az ige által segített életváltozásokról beszélni. A mottunk nem akarsz félszívű követőt, lényem tiéd, és ezt kifejtjük, hogy mit jelent félszívűnek lenni magunkkal szemben, Istennel szemben, és mit jelent félszívű követő lenni az egyházon belül, ami szerintem azért fontos, és azért nagyon aktuális, mert napjainkban sajnos nagyon általános jelenség, hogy a fiataloknak nincs önbizalmuk, nincs önértékelésük, nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. A szervezésért 50 személy felelt, illetve 150 önkéntes segítette a munkájukat. Az idei csittet a Millisszabonunként is emlegetik, ami nem azt jelenti, hogy kapcsolódik az ifjúsági világtalálkozóhoz. Nem vettük át teljesen a világtalálkozó témáját, mottóját, arculatát, hanem csipegetni próbálunk belőle, illetve hozni az erdélyi fiataloknak valamit a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóból, fogalmaztak a szervezők. Nekem ez a harmadik csitem most, és eddig minden csiten más szerepkörben voltam, voltam résztvevő, önkéntes, most szervezőként vagyok itt, és szerintem azt mondanám, hogy azért jövök vissza évről évre, mert hát először nagyon megfogott az itteni isteni közösség, fiatalok közössége, és úgy érzem, hogy ez egy feladat is, hogy ezeknek a fiataloknak biztosítsunk egy teret, hogy akár először találkozzanak Istennel, vagy akár halljanak róla, ha esetleg nincs meg ez a lehetőség nekik otthon mondjuk. A tanításokon kívül a szentmisék és pódium beszélgetések mellett a programot többek között keresztényparti, gemest, társasjátékozás, tehetségkutató, buborékfoci, vizes lufi csata, foci bajnokság, méta, élményszínház színesítette. Egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek szerdán reggel, amikor Nyárád Remetén egy fafeldolgozónál, ahol üzemanyagraktár is volt, tűz ütött ki. A helyszínen a marosvásárhelyi életmentőkhöz csatlakoztak a nyárádszeredai, csíkfalvi és nyárádremetei önkéntes tűzoltók, továbbá Kolozs, Szeben, Hargita, Besztercen, Aszod és Fehér megyéből is küldtek egységeket, hiszen félő volt, hogy a helyszínen lévő tűzoltó csapatok nem tudják a lángok terjedését megakadályozni. Bevetették a nemrég üzembe helyezett távolról irányítható robotokat is. A hatóságok Roalert vészhelyzeti üzenetet küldtek a környéken lévőknek. A tűzben négyen sérültek meg, egy férfit megpróbáltak a helyszínen újraéleszteni sikertelenül. Három másik szemét, akik súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek, kórházba szállítottak.
Mint a Maros megyei tűzoltóság sajtószóvivője elmondta, a 4600 négyzetméteren pusztító lángokat sikerült megfékezni, még dolgoznak a tűzfészkek eloltásán. Két épület és egy falerakat is megsemmisült. Több részlegen is folyik a Marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér felújítása. Mostanra már előre haladott szakaszba jutott az új tűzoltóállomás építése. Az emeleti részben a személyzet készenléti, erőnléti felkészüléséhez szükséges termeket rendeznek be, emellett két másik részleg is fejlesztés előtt áll. Rekordforgalommal működik a Marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér. A légibázis igazgatója szerint a mostani utasforgalmi csúcs mellett több részlegen is folyik a létesítmény fejlesztése. Mostanra már előre haladott szakaszba jutott az új tűzoltóállomás építése, ami alkalmas három nagy kapacitású reptéri tűzoltóautó, mentőautó és gyors beavatkozást biztosító jármű befogadására. Az emeleti részben a személyzet készenléti, erőnléti felkészüléséhez szükséges termeket rendeznek be. Az objektum hozzávetőleg 50%-os megvalósításnál tart. Emellett két másik részleg is fejlesztés előtt áll. A múlt héten szereztük meg az építkezési engedélyt az új repülőparkoló megépítésére. Ez után 5 nagy kapacitási repülőt fogunk tudni kiszolgálni párhuzamosan. A maga munkálat napokba kell elkezdődjön, illetve a legutoljára maradt az utasfogadó terminál bővítése, amely felülete meg fogja duplázódni a jelenlegi alapfelülethez képest. Az intézményvezető elmondta, jótékony hatása lesz a régió légiforgalmára a térség két új repülőterének, a brassói, illetve a gyergyóremetei légiállomás beüzemelésének, hiszen bőven van hová fejlődni a hazai repülőutak gyakoriságának tekintetében. Meggyőződésünk az, hogy új utasokat fognak hozni és vonzani ezek a repülőterek, azaz olyan utasok is fognak utazni a következő időszakban ezekről a repülőterekről, akik eddig nem gondolkoztak ezen, vagy más alternatívát választottak, és ilyenkor mindig hangsúlyozom, hogy az Európai Uniós átlag az 4 repülős utazás per év per állampolgár. Romániában a legjobb évben, ami 2019 volt, egy utazás jutott egy állampolgára, tehát a növekedési lehetőség potenciál óriási. Mindehhez infrastruktúra kell, ezért a legtöbb romániai légikikötő vissza nem térítendő uniós forrásokat használhat fel bővítésre annak érdekében, hogy felkészült infrastruktúrával tudjon felzárkózni a nyugat-európai légiutazási átlaghoz, fogalmazott Peti András, a Marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér igazgatója. Fazakas István legyőzte moldáviai ellenfelét a serdülő ökölvívó Európa bajnokság 52 kilós súlycsoportjának keddi mérkőzésén, és ezzel bejutott az elődöntőbe. A Dimitru Peaduhov elleni összecsapáson az ellenfélnek sikerült jobban az első menet, de aztán az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub sportolója egyre inkább átvette a kezdeményezést. A második és harmadik menet már az övé volt, és ez győzelmet jelentett. Ma a legjobb 4 között bolgár ellenféllel kell szembenézni. Ugyanakkor óriási küzdelem zajlott a serdülő ökölvívó Európa bajnokságon a 60 kilós súlycsoportban is, a tallósi Vanessa Jelizaveta Asatova mérkőzésen. Két kiválóan felkészített lány találkozott itt. Tallósi Vanessa, az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub Magyarországot képviselő sportolója nagyot küzdött, és megosztott pontozással legyőzte az ukrán ellenfelét. Ezzel Vanessa is bejutott a kontinens viadalon a legjobb 4 közé. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, várom Önöket holnap is, viszontlátásra!
Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.